Kínos sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Ritter Árpád, a magyar szabadfogású birkózó válogatott edzője, egykori kétszeres Európa-bajnok, illetve VB ezüstérmes birkózónk. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz. 1000 éve nem beszéltünk, nem találkoztunk. Mikor is hagytad abba a birkózást? Hányba? 2008-ban, a pekingi olimpia előtt hagytam abba. Nem volt semmi levezetés, ugye? Tehát kész, vége, hát, vagy? Nem, még Németországban birkóztam egy 2 szezont, ez a német csapatbajnoki rendszerben. Aztán utána szép lassan ez abba maradt. És úgy hirtem, hogy szép lassan úgy ki is ment egy kicsit a elnézést a divatból, mellékvágányra kerültél. Pontosabban, ha jól tudom, a Budapesti Birkózó Szövetségben is dolgoztál, ugye? Igen, én voltam a Budapesti Birkózó Szövetség elnöke tavaly évig. Most már a Kapuvári Gábor vette át a helyemet, ő az új elnök. Te meg a válogatott mellé kerültél. Az a te helyed, nem ott? Ott a válogatott mellett, én szőnyegen? Úgy érzem, hogy igen. Ez a, talán mikor abba hagytam, akkor úgy gondoltam, hogy nem szeretnék rögtön a szőnyeg mellett, és a csapat mellett dolgozni, jönni-menni a csapattal, mert az előtte lévő 20 évben elég sokat utaztam, és gondoltam, szeretnék a családommal lenni. Most is így van, mert van 2 lányom is, de úgy gondolom, hogy próbáltam, keresgéltem a helyemet az életben, de ez az én helyem, úgy gondolom. Sokkal jobban érzem magam a srácokkal közel a birkózáshoz. Birkózói edzői papírral hogy állsz? Nekem még 10-12 éve ezelőtt elvégeztem a TF-en a középfokú edzőit. Akkor te tudtad azt, hogy ha abba hagyod, akkor átadod majd a fiataloknak a tudást? Hát ez még nem teljesen igaz, de akkor úgymond több időm volt, és úgy gondoltam, ez valószínűleg a birkózásban szeretnék lenni, és volt egy ilyen lehetőség, és akkor elvégeztem ezt a középfogút. Sokáig gondolkodtál azon, hogy a Gulyás Pista mellett munkát elvállald? Hát... Ez egy érdekes párosítás, mert azért ugye sokáig ugye ő volt az edződ. Hát igen, ő volt végül is 95-ben kerültem a felnőtt válogatotthoz, akkor először Németh Sándor volt a válogatott edzője, a szövetségi kapitány, és 96. januártól van a Pista. Tényleg mi együtt dolgoztunk 2008-ig, de úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és én már egy pár éve rájöttem, hogy végül is a birkózásban szeretnék én is dolgozni, már edzőként. És voltak tárgyalások az előző vezetőség alatt is, de akkor ez nem nagyon jött össze, de januártól most már válogatott mellett dolgozok. Úgy gondolom, hogy ez talán Pistának is egy könnyebbség, hogy van mellette valaki, mert eddig ő mindig egyedül dolgozott. Az én szempontból pedig egy nagyon jó dolog, mert úgy gondolom, ő az egyik legjobb edző Magyarországon, és nagyon sokat tanulhatok tőle. És akkor te vagy az, aki a szőnyegen be is mutatja? Miről beszél éppen a Gulyás? Hát nem olyan öreg, ő az, aki bemutatja, meg én is mutatok egy-két dolgot, hogyha úgy van a technikában. De ő a szellemi atya az edzéseknek, én meg a segítője vagyok. Küzdelembe beszélsz még? Hát ritkán, de néha van úgy, hogy páratlanul vagyunk, akkor gyorsan odaugrok, de ez nem tökéletes. Kivel? Hát szinte bárkivel, úgy gondolom. Talán a Ligeti Danihoz most már nem szívesen megyek oda, mert elég nagy darab és elég erős, félek, hogy eltöri valamimet. De mondjuk ez azért is van így, mert sokszor úgy van, hogy menet közben hirtelen valakinek megfájdul valami, és akkor úgymond bemelegítés nélkül odaugrok, és akkor próbálok egy-két birkózó gyakorlatot bemutatni, vagy próbálok ellenállást tanúsítani a srácoknak, de még úgy gondolom, hogy van egy kis rutinom, és mennyire megoldom. Mennyire kopott meg a birkózó tudásod? Mennyire rozsdásodtál be? Hát eléggé. Utóbbi 6 évben azért edzegettem, de volt, hogy mondjuk edzettem 2 nap alatt 3-at,
utána meg 10 napig semmit. Hát úgy gondolom viszonylag, most, hogy január óta visszakerültem a válogatott mellé, itt azért sokkal jobban tudok figyelni magamra. Sajnos a birkózás az kevesebb, inkább futok meg, erősítek, de szeretnék birkózni, és az egy többet. Mekkora teher rajtad? Például most majd jön majd ugye a kvalifikációs világbajnokság. Mindent a szövetségi kapitánytól várnak el, tehát az összes teher az ő vállán van, vagy hogy néz most ki ilyenkor a felállás, hogy most jól szerepel-e a válogatott, vagy sem? Ilyen szempontból kérdezem, hogy mekkora a felelősség rajtad? Hát van felelősség rajtam is van, de biztos, hogy ez az egész, főleg a Gulyás István vállán van, de én úgy gondolom, hogy ő ezt megtanulta cipelni, de én is próbálok azért. Meg azért nem véletlen vagyok én is ott, úgy gondolom, hogy ez egy közös munka, és hogyha jó sikerül, vagy hogyha rosszul sikerül, akkor azért úgymond ketten vagyunk a felelősek. Gondolom, a válogatottak örültek annak, amikor megtudták az új hírt, hogy ott leszel velük. Én úgy gondolom, hogy igen, de ezt tőlük kéne megkérdezni. Lehet, hogy nekem nem mondanak igazat, de nem, úgy látom rajtuk, hogy örülnek, hogy... Tudsz velük kemény lenni? Hát még nem az igazi, úgy gondolom, én nekem is meg kell szoknom ezt. Túl közel vagytok egymás az korosztályban is, ugye? Még azért kell egy-két generáció még úgy... 8-10 évvel fiatalabbak nálam, de azért az eléggé. Amikor én még utolsó egy-két évben ott voltam, akkor már egy párom már ott voltak a felnőtt válogatott mellett, de eleinte volt nekem is olyan, hogy a edzés, amikor sorakozó volt, akkor én is még rossz oldalra álltam. Aztán rájöttem, hogy át kéne sétálnom a másik oldalra, de úgy gondolom, hogy fejlődök ebbe is, és ők is azért tudják, hogy most már nem a edzőtársuk vagyok, hanem én vagyok az edzőjük. Most jöttetek haza Szlovákiába, vagy hol voltatok? Igen, most? Csorbatónál voltunk. Csak ebben a évben, mióta ott vagy válogatott mellett, hány hetet, hány hónapot voltatok külföldön? Hát, elég sokat. Hát a felét biztos, úgy gondolom. Tehát legalább 3 hónapot külföldön voltatok. Igen. Milyen volt? Szabad, sajnos a nagyon kevés jó szabadfogású birkózónk van, és ezért nem nagyon tudjuk azt megtenni, hogy itthon edzünk, itthon készülünk magunkban. A közfogásnak ez megadatott, mert ott náluk mindig több jó birkózó van, és akkor meg tudják oldani, meg szívesen jönnek hozzájuk edzőpartnerek a szomszédos országokból. Nálunk nekünk el kell menni, mert nálunk a szomszédos országban sincsen nagyon szabadfogású birkózás, és azért mi főleg Oroszországba járunk birkózni, mert az a szabadfogású birkózás hazája. De emellett azért például voltunk most Spanyolországban is, versenyen és edzőtáborban. Ott dél-amerikaiak, kanadaiak, két európai ország volt, aki nem annyira erős, mint a orosz válogatott. És azért úgy gondolom, hogy a fiatal versenyzőinknek ez egy jó edzőtábor volt. Volt az európai játékok, ugye? Ott voltál te is, kint voltál velük. Hogy fogalmaznál? Hogy sikerült a szabadfogás számára? Hát sajnos nem sikerült jól, mert mégis egy 5. helyünk lett Veréb István révén. Sajnos neki is volt esélye, hogy megszerezze a bronzérmet, és a Ligeti Dani kerülhetett volna még be, úgy gondolom, az első 5-be, csak nagyon akarta. Van egy szlovák ellenfel, aki mondjuk orosz junior világbajnok volt. Sajnos 4-4-es állásnál ő még meg akarta csinálni a pontját, de ő nyert volna 4-4-re, de meg akarta csinálni a pontot még, és ott elrontott egy helyzetet. Hogyha ott azt megéri, akkor nem tudja. Fegyelmezetlenség tulajdonképpen, vagy ez, hogy hát most egyik... mi edzőként ezt most már hogy ítéled meg? Hát kicsit türelmetlen volt, úgy gondolom, többet akart, mint kellett volna. Egyik oldalról jó, mert akciózni szeretett volna, de ott már... Na most ez a ötödik hely, egy ötödik hely mennyire szomorított el benneteket ugye most a világbajnokságra koncentrálva? Hát nem éreztük jó magunkat, mert úgy gondolom, sokkal jobban is sikerülhetett volna, mert egy-egy meccs, a Gulyás Zsombornak is egy meccsen múlt, és akkor már harmadik helyen birkózik egy azeri versenyző ellen, aki mondjuk tavaly Európa bajnok volt, de egy ponttal kapott ki tőle, és már a végén nagyon kergette a ellenfelét.
a Daninak is ott volt a lehetőség. Szóval, hogyha azt nézzük, akkor majdnem hárman birkózhattak éremért. Ez azért nem olyan rossz ebbe a mezőnyben, én úgy gondolom, de boldog nem lettünk attól, hogy csak egy ötödikünk lett, de most ilyen szájízzel kellett, akkor most az alapozásnak nekiesni. Igen, de úgy gondolom, a csapatban benne van egy jó szereplés, hogy a világbajnokság, és azért dolgoznak ők is, meg mi is, hogy az a fő cél, hogy tényleg a olimpián minél többen szerepeljünk szabadfogásban. Jól tudom, most az edzőtáborok alatt is volt verseny, ugye? Volt. Hogy szerepeltek? Hát szereztünk érmeket, például Molnár Józsi szerintem, mióta én ismerem, nem birkózott ilyen jól, és Spanyolországban második lett, ráadásul egy súlya följebb is. Uh-huh. Jó, Iránit, Japánt verte, egy amerikai takapott ki, de őt is ott szerintem elvették azt a meccset is. Uh-huh. De ugyanúgy a többiek is, úgy gondolom, hogy hát az a fő lényeg, hogy a világbajnokságon birk, ez egy hosszú folyamat, hogy el kell érni, mert még eddig olyan edzőtáborokban mentünk, ahol kevesebbet birkoztunk, inkább futáson volt a hangsúly, az erősítésen volt, szóval kevesebbet birkoztunk. Most jött el az idő, hogy jövő héten megyünk majd Ukrajnába, ahol... Megint mentek tovább? Igen. Persze. Most már azon van a lényeg, tényleg úgy gondolom, az erő és az állóképesség megvan az egész csapatnak. Most már úgymond a birkozás kell meddig élesíteni. Meddig lesztek Ukrajnába? Két hetet leszünk. Két hetet. Csak? Hát már nincsen sok idő a világbajnokság. Mikor lesz az? Szeptember? Szeptember 10-e. 10-e. Hát igen. Utána már nem is mentek akkor, ugye? A világbajnokság után? Nem, a Ukrajna után már nem mentek. Nem, Ukrajna után. Már itthon maradtok akkor, hát ugye? Hát egy 3-4 napot vagyunk itthon, mert 31-én mi megyünk ki Amerikába, Las Vegasba lesz a világbajnokság, és a klimatizáció miatt végülis kint vagyunk egy 10 nappal hamarabb körülbelül. Csapat megvan, egészségesek, ugye? Tehát úgy minden rendben van, tehát. Hát igen, nagyjából még a hatos Gabinak vannak apró sérülései. Tényleg, hogy van a Gabi? Mert ugye ő kihagyta ugye az európai játékokat. Igen. Hát őt végülis a könyöke, és tudom, meg egy-két ilyen kisebb sérülés, de hát ez már úgy gondolom azért korában jár, hogy fáj egy-két dolog, és azért rá vigyázunk rá. Nem úgy, akkor mindenki viszonylag jól van. Igen. Elmondhatom, szerencsére jó állapotban vannak a srácok. Mi van ebben a csapatban, világbajnokságot nézve? Hát én úgy gondolom, hogy a Pistával is beszélgettünk, hogy van a csapatnak egy idősebb, tapasztaltabb, rutinosabb része, meg van egy fiatalabb. De én úgy gondolom, hogy a fő eredményeket azt a hatos Gabi, Veréb István és a Ligeti Danitól lehetne elvárni, de van a fiataljaink ugyanúgy a Molnár Józsa, aki most is második helyet szerzett, egy súlya följebb, de a Gulyás Zsombor, a Szmik Attila, meg a Lukás Norbi is azért jól egyre jobb állapotban vannak. Hát szerintem az a realitás, hogy egy érmet és egy pontszerző helyet tudunk szerezni szerintem. Olimpiai kvótát azt hogy adják? Hát pontszerző 5, első. Első 5, ugye? Igen. Tehát azt mondod, hogy 2. Ugye? Mert szerintem akkor végülis egy ére meg egy ötödik helyet mondtál, akkor az azt jelenti, hogy akkor az két kvóta. Igen. Az olyan papírforma szerű, mert ugye hát a mindig szerintem... hogy egy vagy kettőt szoktatok általában, igen, ugye? Igen. Egy első kanyarban összeszedni. Igen. Én úgy gondolom az a realitás, hogy egy két kvótát tudunk szerezni a világbajnokságon, és akkor utána még 2. Amerikában lesz. A szabadfogások azért jók. Hát jó a közöttfogás is, de úgy gondolom, az Amerikával a szabadfogás az olyan, mint nálunk a közöttfogás. Igen. És ugye ott is rendezik, tehát akkor most nagyon nehéz lesz. Bárkinek is, ugye? Most ott labdába rúgni. Jók is, meg a hazai pálya is, tehát... Hát az amerikaiak ellen, hát biztos nagyon fognak menni, de hát ezt megszokattuk tőlük, az ő stílusuk arra az erőre és az állóképességre hagyatkozik főleg, és van egy-két fogásuk, amit végrehajtanak, főleg akkor, mikor másik ellenfél már fáradtabb, de... Szoktátok boncolgatni? Hát személyre szabottan inkább úgy mondom, hogy mindenkinek megvan, hogy tudjuk, hogy kik vannak a mezőnyben, és akkor főleg ott rögtön közvetlenül meccsen, mikor tudjuk már, kivel megy, akkor beszéljük át főleg, hogy ő mit, hogy csinál. De hát mindenki... De az elég ott átbeszélni? Hát elég. Elég. Meg végülis azért nagyjából minden versenyzőnk tudja, hogy az ős új csoportjában, aki indul mondjuk 30-35 ember, az körülbelül mit birkózik. Igen. Csak ott még egy kis
gyors talpalóba még egyszer átvesszük, és megbeszéljük, hogy mit kéne birkózni ellenem. Akkor szakvezetőként ez lesz az első világbajnokságod. Igen. Na, várom nagyon. Jobban, mint versenyzőként? Hát másabb, teljesen más, gondolom. Nem kell fogyasztani. Hát például igen. Ez nem utolsó szempont. Ez egy pozitív dolog, de van, aki fogyaszt helyettem, de hanem ugye a versenyek alapján azt vettem észre, hogy azért nekem egyszerűbb volt, mikor versenyző voltam akkor. Most nem az, hogy csak magammal kellett foglalkozni, ember idegeskedik, izgul egy kicsit, de úgy gondolom, itt másabb, itt több mindenki, az egész magyar csapatér, vagyunk a Pistával felelősek, úgymond, és biztos azért benne van, hogy szeretnénk jó eredményeket elérni. Eredményekről jut eszembe. Akkor versenyző voltál, aktív versenyző voltál, egyértelműen te voltál szabadfogású válogatott zászlóvívője, hiszen eredményeid pazarok. Hogy érzed, később visszakaptad azt a birkózást, amit te belefektettél? Most arra gondolom, hogy rengeteg munka, és hoztad az eredményeket, ugye. Az visszajött végül is, utána visszaadta neked a birkózás, vagy várni kellett? Te mennyire lettél megbecsülve? Hát inkább arról azt mondanám, hogy én úgy gondolom, hogy ha újra kezdhetem, én nem változtatnék, ugyanezt csinálnám. Szóval én úgy gondolom, nagyon sok mindent, biztos nagyon sok mindent adtam a birkózásnak, úgymond, mert ez volt az életem, hogy edzek, de ez szerintem teljesen normális. Vannak céljak, az ember mindent megtesz azért, hogy az sikerüljön. A birkózástól úgy gondolom eredményben is nagyjából, persze egy nagy fájdalom, hogy nekem nem lett olimpiai érmem, hogy ez kimaradt, de úgy gondolom, hogy nagyjából amennyi munkát én beletettem, azt vissza is kaptam, de nem úgy kezdtem el én, hogy most azért csinálom az egészet, hogy visszakapjam, de... Jó, csak hát arra határozottan emlékszem, azért te voltál zászlóvívő. Tehát, hogyha ment, akkor itt hát a RP, és akkor köszönöm kész. Szépen, tehát, de az én de ez gondolom, hogy a mi korosztályunkban és az én korosztályomban, akik együtt versenyeztem, azért ott volt Bánkuti Zsolt, szintén Európa-bajnok volt, Aubéli Otto, világbajnok, Európa-bajnoki bronzérmes, szóval Völler Gergő, Hatos Gabi, nekik is érmeik vannak világversenyekről, szóval lehet, csak hogy én voltam csak az első te hossz, számú, igen, de... és azért te hosszú távon mindig ott voltál. Tehát nem az volt, hogy kijött neked egy jó év, vagy még egy. Jó, ez igaz, de azért mondom, hogy szóval én úgy gondolom, hogy rendben vagyok a birkózásra. És mellettem én nagyon szerencsés vagyok, mert egy olyan csapat, nem éreztem én akkora tehernek ezt, hogy én vagyok előre tolva, úgymond, de a többiek is ugyanúgy hozták az eredményeket azért. Most, hogy edzőként találkoztam a külföldi edzőkön, akkor akikkel valamikor együtt birkóztál? Persze. Most azért nemzetközi mezőnyben is vannak általában váltások. És van sok hasonló. Rákérdezhetek, Buvajev, jól mondom? Buvajsza. Mond neked valamit az a név? Hát, mond. Tavaly volt olyan szerencsés. Igen, tavaly évvégén. Neki van egy verseny Krasznojarszkban, egy junior verseny, és meghívott engem is oda. Most volt a 10. alkalommal rendezték meg, és meghívott egy-két volt ellenfelét, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy elhívott engem is, és így találkoztunk, és elevenedünk egy-két régi élményt. Jó párszor találkoztál. Hát sokszor. Ha ő nincs, akkor sokkal több érmed van, és fényesebb. Hát ez könnyen elképzelhető, de azért van így is érmem, és gondolom büszke vagyok erre a pályafutásra. Hogy érzed, hogy érezted ott akkor a vetélytársak közül, te hol helyezkedtél el nála? Tehát ott voltál az elsők között? Hát én úgy gondolom, igen, főleg úgy utólag ebből a meghívásból is úgy gondolom, mert csak olyanokat hívott meg, mint például a német Alexander Leipold, két orosz versenyzőt, a múlt az Alievet, meg a Lalievet, és engem hívott még meg. De gondolom, elég sokszor elvett, de az egy pozitív dolog számomra, egy nagyon nagy elégtétel, hogy egyszer nekem is sikerült őt legyőznöm. És ezt ugyan ez kevesen volt? Mondhatja. Hát végül sajnos ez nem egy világversenyen volt, ez egy lengyel nemzetközi versenyen történt meg. De sikerült. Igen. Nem sokan verték meg. Nem. Hát világverseny talán a Sydney olimpián kapott ki, egy amerikaitól, és a
kínai világbajnokságon pedig a bolgár versenyzőtől. Aztán ennyi. Igen. Rossz időben voltál? Rossz súlycsoportban? Hát lehetett volna jobb is biztos, de... Mindegy. Ez dobta ki a gép, ugye? Hát... Körülbelül igen, de persze jobb lett volna nélkül, de mondom, én elégedett vagyok ebben. Két lányod van. Akkor most akkor azt jelenti, hogy kész vége a Ritter név akkor egyelőre, vagy végleg úgy kiíródik? Feledés homályában, mert hát nem tudom, majd kiderül. De úgy gondolom, hogy most nekünk két lányunk az elég, a feleségem is dolgozik a birkózásban. A nagyobbik lányunk most kezdi az iskolát szeptemberben. Hát igen, mert ugye a feleséged birkózó, tehát azért annyira nem állna távol tőletek. Hát nem, talán a kisebbik lányunk az hajlamosabb a birkózásra. De nem tudom, hogy feleséged egyáltalán milyen állásponton van. Lehet ő is azt mondja, hogy nők ne. Hát nem, ő nem. Így négy szem közt persze. Nem, ő nagyon nem. Ő jelenleg a kadett válogatott edzője és a Barka MS-ének az edzője. A nagyobbik lányunk az azért lányosabb, ő ergézik, a kisebbik végül is, ő néha jár, illettával elmegy edzésre, elviszi a kót, megcsinálj két dolgot, meg ő azt mondja, hogy ő birkózni szeretne, de ő habitusából fakadóan, ő másabb, ő szerintem ő alkalmasabb, nagyobb a fájdalom küszöbe is magasabb. Családtervezésben nem akarok beleszólni, de fiú? Hát, nincs terve véve azért? Hát most egyébként úgy gondoljuk, hogy megálltunk kettőnél. Szerettünk volna egy fiút meg egy lányt, de két lányunk van, de nagyon boldogok vagyunk velük. Jó, persze, csak hogy esetleg, hogy még egyet. Nem, nekem nincs ilyen kényszerképzetem, hogy nekem kell egy fiú. Úgy gondolom, hogy nagyon aranyosak a lányok és nagyon szépek. És ez így jó teljesen akkor. Igen. Akkor most egyesben van az életed? Hát én úgy gondolom, hogy igen. Azt csinálom, amit szeretnék. Van egy gyönyörű feleségem és két gyönyörű, okos kislányom. Ő olasz, ugye egyébként feleségem? Igen, igen, igen. Magyar, hogy megy már neki? Hát, megy neki. Úgy gondolom, hogyha... De ha veszekedtek, akkor olaszul mondja magáit? Hát, egy ilyen mix nyelvbe beszélünk leginkább, ilyen magyar-olasz keverékbe. Ő szeretné, hogy többet beszéljünk olaszul, de... Csak azért, mert a lányok miatt. Igen, igen. De végülis mind a két lányom beszél olaszul is, meg magyarul, szóval nincs probléma, csak úgy gondolja, hogy a magyart azt kapják, ugyebár az óvodába is, meg több helyről. Igen, igen. És azért szeretné, hogy olasz legyen a otthon a nyelvünk, hivatalos nyelvünk. Csak én is lusta vagyok, és így. Nem megy, mert? Hát megy, csak nekem is automatikusan a magyar jut eszembe, és könnyebb. Igen. Értem. Szóval akkor minden rendben van körülöttetek akkor. És egy új korszak kezdődött. És akkor azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve akkor már a magyar szabadfogású birkózó válogatottól nem fogsz most már elmenni, ugye? Hát én úgy gondolom, hogy ez a közeljövőben, a távoliban is, ez, én úgy gondolom, itt, nekem itt van a helyem, hogyha ez nem hangzik nagy képviségnek, legalábbis az én szemszögemből. Remélem, ez visszaigazolódik majd a jövőben, és itt tudok dolgozni nagyon sokáig. Hát ez hamarosan ki is fog derülni, ugye? Hamarosan világbajnokság. Hát jó versenyzés, és jó izgulást, és nem is tudom, ilyenkor egy edző, hogy megy ki egy ilyenre? Hát repülővel leginkább, de... És belül? Hát belül még versenyző koromban se voltam, hogy jóval hamarabb a versenyet, nem nagyon izgultam. Most még nem érzem azt, hogy nagyon izgulnék, de most ez hamarabb el fog jönni szerintem, mint versenyzőként, mert amit az előbb is beszélgettünk, hogy itt azért a Gulyás Pista és én vagyok a, úgymond a felelős az egész csapatért, nem csak korábban, hogy úgymond magamért. És azért ez gondolom egy plusz dolog lesz, de ez még nekem is egy új dolog lesz, hogy ezt hogy fogom megélni pontosan. Na, majd elmeséled a világbajnokság után. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. További sportosat.